Egy felmérésben megkérdezettek többsége ért egyet azzal a kormányzati plakátkampányjal, amely az Európai Néppártban is heves vitákat váltott ki. Erről is szól lesz Manfred Weber, a néppárt EP választási csúcsjelöltje és Orbán Viktor miniszterelnök keddi budapesti találkozóján. Az Euronews információi szerint Weber felkeresi a CEUT is. A német politikus látogatása előtt a Pulzus közvélemény kutató az Euronews megbízásából készített felmérést. Megkérdezték, vajon igaznak tartják-e, hogy az Európai Unió Magyarország érdekeivel ellentétes intézkedéseket akar bevezetni bevándorlás ügyben. A válaszadók 42%-a szerint ez nem igaz, míg a válaszadók egyharmada egyetértett ezzel. A megkérdezettek csak nem fele, nem tartja elfogadhatónak Soros György és Jean-Claude Juncker szerepeltetését a plakátokon, összesen 49% mondta ezt. A válaszadók egyharmada szerint azonban ez rendben van. A felmérés szerint a válaszadók kétharmadának nem változott meg a véleménye az euróla kampány hatására. 13%-nak még javult is a véleménye, 11% azonban rosszabbnak ítéli az uniót. A válaszadók megosztottak abban a kérdésben, hogy kizárják-e a Fideszt. A megkérdezettek egy harmada szerint igen, 38 százalékuk szerint viszont nem. A kormánypárt kizárásával nem változna az ország unión belüli helyzete a válaszadók 29 a szerint. 31%-uk szerint Romlana, 18%- szerint pedig Javulna